Idén is megtartotta hagyományos ünnepi közgyűlését a 101 éves hajdúszoboszlói gazdakör. Az ország legnagyobb gazdaköre a hivatalos rész után finom ételekkel és tánccal folytatta az estét. Az ünnepi közgyűlést Takács Tamás református lelkész áldotta meg. Hallgass meg azt a kérésünket, amivel így fordulunk hozzád, ne vond meg a te jóságodat tőlünk. Nem magunkért, hanem Jézusért hallgass meg minket. És áld meg ezt az együttlétet, ezeket az órákat, örömmel, békességgel és szeretettel. Amen. Örvendi László a gazdakör elmúlt egy évéről számolt be. Az elnök elmondta, hogy 206 fős tagságával ma Magyarországon a gazdakörök közül a hajdúszoboszlói a legnagyobb. A gazdakör legfontosabb feladatának az érdekvédelmet nevezte. A gazdáknak akármilyen érdeksérelme keletkezik, azt orvosoljuk, vagy menjünk elébe ennek az érdeksérelemnek, és úgy alakítsuk a helyzetet, hogy ezek a sérelmek fel se jöhessenek. Úgyhogy ez az elsődleges feladatunk. Az érdekképviselet, a másodlagos a szakmai képzések, továbbképzések, amiket most a téli gazdaesték során csinálunk minden szerdán este, körülbelül a 40-50 előadást tudunk mi produkálni, szervezni és nyújtani a gazdáknak, akik 80-100-an minden szerdán este jönnek is, és várják is ezeket az előadásokat. És a harmadik rész pedig a kulturális, szórakoztató rész, hát a kulturális, a kirándulások, mindig bele szövünk valami történelmi hagyomány megtekintését, vagy népi kultúra megtekintését. Jakab István az uniós pályázatok kapcsán arról beszélt, hogy most olyan időszakot élünk, hogy ha jól tervezzük az életünket, sikeresek leszünk, ha nem, akkor nem. Most csak a vidékfejlesztési államtitkárság 1300 milliárd forint felett rendelkezik az elkövetkező hat esztendőre, mint fejlesztési forrás. Ez 50%-os támogatás intenzitása 2600 milliárd forint. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a mi körünkből került ki a vidékfejlesztési államtitkár. Azt gondolom, hogy a Kis Miklós államtitkárónak nem kell elmagyarázni, hogy hogy működik a termelés, hogyan működik a feldolgozókkal, hogyan működik a kereskedelem. Pontosan tudja, kellő tapasztalattal rendelkezik. De mint ahogy elnök úr mondta, a legkisebb falutól, ahogy a Területi Agrárgazdasági Bizottságok működnek, vagy a magosznak helyi szervezetei, a legkisebb falutól, járásokon, megyén át, az országos vezetésen át, Brüsszelig, hisz Kis Miklósolt a Kopa Kocsekának az alelnöke, mindenhol megvan a képviselet. A MAGOSZ elnöke kiemelte, hogy a feldolgozóipar hiányzik ma Magyarországon, éppen ezért a vidékfejlesztési program kiemelt része az élelmiszerfeldolgozóipar fejlesztése. Még egyéb forrás elérési lehetőség is van, főleg a nagyobb cégek esetében még a GINOP-ból is tudnak pályázni. Tehát elemi érdeke Magyarországnak az, hogy minél nagyobb hozzáadott érték kapcsolódjon a termékekhez. Tehát ne alapanyagot gyarmatáron értékesítsünk, hanem feldolgozva értékesítsünk. Beszédében Bodó Sándor is hangsúlyozta, hogy a 2014-es 20-as fejlesztési időszakban komoly pályázati lehetőségek lesznek a feldolgozóipar területén. A 14-20-as fejlesztési időszak igazából még most fog elindulni, de az a jó hír, hogy most nyáron már ténylegesen. Nagyon fontos dolog ez, hiszen erre a munkára föl kell készülni. Önerőből sok mindent el lehet mérni, de természetes módon bírni kell, és tudom is, hogy önök is bírnak azzal a rutinnal, hogyha van valamiféle támogatás, az bizony be kell vonni az erőforrásainak a sorába, mert bizony úgy könnyen. És hát ami már most érzékelhető, hogy az élelmiszeripar területén, amit ilyen gazdaköré óvaj volt, ha szabad így mondanom, kedves kollégámnak a
fogalmazását. Tehát ami ilyen gazdagköri juhajban is, hogy a feldolgozóipar területén legyenek lehetőségek, olyan lehetőségek is, amelyek akár az egyének segítenek, olyanok is, amelyek a közösségek. Most hát ezek a kapok valóban nyelvani fognak nyilni, és akkor kezdődött a munkában. Kis Zoltán, a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatója arról beszélt, hogy 2015-ben különösen jellemző lesz a kihívás. Meg kell ismernünk az új támogatási rendszereket, alkalmaznunk kell, elkezdeni a pályázatokat, sikeresnek kell lennünk. Kihívás lesz azokon a területek gazdálkodni, gondolok ide elsősorban sáréti gazdálkodóknak, ahol sajnos olyan körülmények vannak jelenleg, amely nem biztos, hogy tavasszal gazdálkodást fog számunkra biztosítani. És kihívás lesz számunkra, a hatóságnak egyrészt megfelelő empátiával közeledni a gazdálkodók fele, segíteni, de ugyanakkor a jogszabályokat is betartani. Ez egy borzasztó nehéz dolog. Az embernek a szíve néha hasad, de néha büntetni kell. Szabó Sándor beszámolt róla, hogy az elmúlt 2 évben a szervezetépítés volt a legfontosabb feladata. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke elmondta, hogy az országban elsőként a megyében alakultak meg minden településen a települési agrárgazdasági bizottságok. Amikor még valaki kaptuk őket, akkor mindenki kérdezte, meg kell nézni, mi lesz a feladatunk. Hát most már mindenki tudja, hogy hetente pontos feladattal kell szembenézni, elbírálni, kölcsön dönteni, hisz a település agrárgazdasági bizottságban befolyások, javaslati lehetőség van abban, hogy a helyi földügyekben, adásvételi ügyekben véleményt nyilvánítsanak, a földtörvény szellemének, a törvényalkotó szellemének törekvésének eleget tegyenek, hogy az a föld, ami itt van, az a helyben lakó gazdálkodók kezébe kerüljön. És a másik feladat, ami most már úgy látjuk, hogy szinte tendenciával vált, hogy egy kicsit fékezzék a földárakat. A hajdúszoboszlói települési agrárgazdasági bizottság is működik, a tagjainak 80%-a gazdaköri tag. Az ünnepi közgyűlésen szót kapott Harsányi István is, az önkormányzati képviselő, akit a gazdakör a gazdák képviseletével bízott meg az önkormányzatban, arról beszélt, hogy a testületben összefogásra van szükség ahhoz, hogy a gazdák jogai érvényesüljenek. A képviselő pozitív példaként említette, hogy az önkormányzat nem szavazta meg a földadót, az összefogás fontosságát Marosi György Csongor kameránk előtt hangsúlyozta. A pénzügyi gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy az önkormányzat évek óta segíti a gazdakör munkáját. Szoros együtt gondolkodás és együtt munkálkodás volt az évekre visszamenőleg. A gazdakörnek több képviselője is ült az előző ciklusokban is az önkormányzatban, és a most kialakult új városvezetés tagjai között is mindkét oldalon található gazdaköri tagok, ugyanúgy a Fidesz oldalán is, ugyanúgy az Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület oldalán is. Így nem osztanám meg a gazdaköri egyesületet politikai oldalaknak megfelelően, hanem azt mondanám, hogy a gazdakörnek, egy gazdatársadalmat képviselő szervezetnek kell válnia, és félre kell tenni a választásokkal lévő szembenállást, mint ahogy itt elhangzott, a gazdakörnek van kijelölt képviselője is, Harsányi István személyében, akit ők jelöltek ki, de az Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület is egy olyan szemét jelölt a Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság külsős tagjának, Kovács Károly személyében, aki gazdaköri tag volt, és előtte ciklusokon keresztül képviselte a gazdakört az önálló mezőgazdasági bizottságban. És önálló programjai is szoktak lenni a gazdakörnek, melyben szokott segíteni az önkormányzat. Ilyen volt a határszemle, amit gondolom, hogy az idei évben is a gazdakör kezdeményezésére meg fogunk rendezni, ha kérik a segítségünket benne. De ha nem kérik, akkor nem tudunk önállóan dönteni arról, de mi szeretnénk mindenképpen egy olyan gazdakörrel való együttműködést kötni, amiben láthatja a gazdatársadalom, hogy semmiféle probléma nincs az önkormányzat és a gazdák között, és az idei évi költségvetésben is úgy tervezzük, hogy az előző években benne lévő pénzügyi keretek, amik a gazdatársadalomra voltak fordítva, azok most is meg legyenek. Örvendi László meghívására részt vett az ünnepi közgyűlésen Kálai István is. Az önkormányzat Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságának elnöke elmondta, fontosnak tartja, hogy ilyen alkalmakkor kötetlenebb formában tudjanak
hozzáfordulni a gazdák az esetleges problémáikkal. A rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy a gazdák közvetlenül megkeressenek problémáikkal. Konkrét kéréseket kaptunk, mire figyeljünk oda. Ezeket a bizottság üléseken mindenképp fel fogom vetni, és erre megfelelő megoldásokat fogunk találni. Az ünnepi közgyűlésen Örvendi László a megújulás fontosságáról is beszélt annak kapcsán, hogy a gazdakör vezetőségében nemrégiben változás volt, ekkor több fiatal is bekerülhetett az elnökségbe. Nagyon nagy megtiszteltetés ez számunkra, hogy ugye egy 100 éves gazdakörben, ahol idősebbek alkották az elnökséget, mi ránk fiatalokra is nagy mértékben számítanak. Úgy gondolom, hogy az elnökségbe 4 darab fiatal gazdát választottak be, és hát próbáljuk színesebbé tenni, fiatalosabbá tenni a gazdakört, amiben tudunk, amiben kérik a segítségünket. A gazdakörnek már régebb óta tagja vagyok, de szorosabban ugye tavaly volt egy új választmány, és ugye az új választás a gazdakörök által ugye megszavaztak bennünket, mint 95%-os támogatottságot élvezve, úgymondva fiatalabb választásra esett a döntés a gazdakörnek. A hivatalos felszólalások után a szokásokhoz hűen kulturális programok következtek. Az Zichy Géza Zeneiskola diákjai szórakoztatták a közönséget.